Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió június 20-ai csütörtök esti híradója már is kezdődik. Elsőként nézzük vezető híreinket, röviden. Tűzgyújtási tilalom. Az éjszakai esőzések ellenére továbbra is nagy a szárazság, így a tiltás még érvényben van. Rákóczi emlékév. Az újkori magyar történelem különleges alakjáról tartottak előadást a Városi Könyvtárban. Pattog a labda. Vasárnaptól 2 héten át Baján táborozik a Rátgéber Akadémia. Tűzgyújtási tilalom van érvényben az ország több pontján. Az utóbbi időben tapasztalt az átlagosnál melegebb időjárás mellett megnő az erdőtűz kockázata. Ennek elkerülése érdekében több megyére kiterjedő korlátozást rendeltek el az elmúlt héten. A tilalom feloldásáig nem lehet tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben, a tűzrakóhelyeken, ebben az időszakban tilos továbbá a parlagégetés is. A rendelkezések be nem tartása bírságot vonhat maga után. A kempingben rendelkezésre álló szolgáltatásokat és a táborhely látogatottságát ismerteti Angeli Lászlóné. A Baja Marketing Kft. Ügyvezető helyettese azt mondja, ugyancsak néhány napja vette kezdetét a vakáció, már is sok vendég érkezett a városba. A napokban például egy vízitúrázókból álló csoport vette birtokba az ifjúsági szálló melletti kempinget, tette hozzá. Biciklis turistáink is folyamatosan érkeznek. Ők mondjuk este megérkeznek, és reggel már mennek is tovább, tehát őket olyan nagyon sokáig nem látjuk itt Baján, mert ők általában egy útvonal mentén haladnak. Én azt látom, hogy aktívan sütögetnek, főzőcskéznek itt a fiatalok, és szerintem aki jól akarja érezni magát, jól is fogja magát érezni itt nálunk. A sütögetéssel várniuk kell a kempingezőknek. Az elmúlt héten ugyanis tűzgyújtási tilalmat rendeltek el a több napon áttartó, az átlagnál magasabb hőmérséklet miatt az ország különböző pontjain, köztük Bács-Kiskun megyében is. A rendelet ideje alatt pedig a hivatalos tűzrakóhelyek használata is tiltott. Kónya József, a Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltó hadnagya rámutatott. Az erdőtüzek egy része jellemzően emberi gondatlanság miatt következik be. Sokan ugyanis a tiltást figyelmen kívül hagyva égetik el a zöld hulladékot, vagy gyújtanak tüzet a szabadban. Az őrizetlenül hagyott láng pedig könnyen belobbanhat, felemésztve ezzel a környezetet. A szakember hozzátette, a szabályok áthágása bírságot vonhat maga után. Az attól is, hogy milyen területre beszélünk, külterületről természetesen. Ilyenkor, hogyha a tűzoltói beavatkozás szükséges a tűz megfékezésére, akkor tűzvédelmi bírságra számíthat az illető, és amíg attól függően, hogy az erdőgazdálkodás védett területet, Natura 2000-es területet is érint, akkor szabálysértési eljárás keretében szabálysértési bírságra is számíthat az elkövető. Kónya József kiemelte, a tűzgyújtási tilalom elrendeléséről és feloldásáról a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága és az Országos Katasztrófavédelem Központi Szerve dönt az erdőkben található szerves anyagok szárossága és a meteorológiai előrejelzések alapján. A rendelet érvényességéről a katasztrófavédelem honlapján tájékozódhat a lakosság. Felmérések szerint az idei évben eddig csak nem 7300 szabadtéri tűzhöz riasztották a hivatásos szakembereket, az esetek nagy részében pedig némi odafigyeléssel megelőzhető lett volna a baleset. Mintegy 5 milliárd forint keretösszegben nyílik pályázati lehetőség óvodák fejlesztésére a Magyar Falu program keretében, tájékoztatott a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár kiemelte, az elnyert összeget az 5000 fő alatti kis települések egyaránt fordíthatják új óvodák építésére és a meglévők korszerűsítésére. Az egy hónap múlva megnyíló pályázati lehetőségben legfeljebb 150 millió forint nyerhető új óvodák építésére, 100 millió forint bővítésre, korszerűsítésre és felújításra, férőhely bővítésre pedig legfeljebb 30 millió forintra lehet pályázni. Így 100-150 óvodaépület újulhat meg a falvakban, kis településeken, tette hozzá a kormánybiztos. A pályázat keretében 5 millió forintig kiterjedően lehetőség nyílik eszköz- és játékbeszerzésre. A pályázati felhívások hamarosan elérhetőek lesznek, azokat augusztus 21-éig lehet benyújtani, a kivitelezésre pedig az elbírálást követően 18 hónap áll rendelkezésre.
Rendhagyó történelem órára várták az érdeklődőket a Városi Könyvtárba. 2019. második felétől egészen 2020. szeptemberéig a Magyarországgyűlés meghirdette a Rákóczi emlékévet. Ennek kapcsán Keresztes József tartott előadást a vendégek számára a fejedelem életéről. A Magyarországgyűlés Rákóczi emlékévet hirdetett meg 2019-ben, ennek kapcsán egy előadásra várták a vendégeket az Ady Endre Városi Könyvtárban június 19-én. Az országgyűlés minden évben más történelmi szemét választ az adott évre, így tisztelegve őseink előtt. Második Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmából választották ezt az évet. Az előadás kezdeményezője dr. Zöld Lászlóné elmondta, nem csak az emlékév kapcsán, de Rákóczi munkássága miatt is ráesett a választás. Hogy miért is őt? Hát azt gondolom, hogy a jelenlegi történelmi helyzetünk, illetve az ő magatartása, az ő múltja mindenképpen példaértékű kell, hogy legyen az emberek számára. Ő egy olyan egyéniség volt, akire érdemes most is, a mai világunkban is odafigyelni, és ezt szeretnénk az iskolások körébe is nyilvánossá tenni. Az előadásra Keresztes József történelemtanárt kérték fel. Az újabb történelmi kutatások, újabb megismert adatok felhasználásával készítette el és adja, és ismerteti majd ezt az előadást. Várhatóan ez most csak a nyitány, és ősszel lesz folytatása is. A jövőben az iskolások részére kiállítást és kötetlen történelem órát terveznek a szervezők, ahol Rákóczi élettörténetét szeretnék bemutatni az érdeklődőknek. Keresztes József elmondta, tágabb körben szeretnék bemutatni Rákóczi Ferenc élettörténetét és a szabadságharcot is, ezért lesz két részes az előadás. A mai napon abból kiindulva, hogy Rákóczi két korszak határán próbálta a magyar államot irányítani, az előzményekről lesz szó. Röviden ugyan, de áttekintjük azokat a küzdelmeket, amelyekben Rákóczi családnak, Zrínyi családnak már része volt. Ezek zömmel török ellenes küzdelmek, és amelyeket Rákóczi magával, mint örökségként vitt. A folytatást idén szeptemberre tervezik. A szervezők remélik, hogy ismét sokan ellátogatnak majd az előadásra. Látványos programokkal készülnek a szervezők a hétvégi múzeumok éjszakájára. A Tőr István Múzeum minden épülete nyitva áll majd szombaton este a látogatók előtt. Az idei év különlegességeiről a szervezők mesélnek a folytatásban. Labin tengerpartján zenélt az elmúlt hétvégén a Symphonic Band. A Liszt Ferenc Zeneiskola együttese 24 fővel utazott Baja horvátországi testvérvárosába. A zenekari fesztiválon nagy sikert arattak a fiatalok. A Symphonic Band 2005-ben alakult a zeneiskola tehetséges fúvós és vonós növendékeiből. A városi rendezvényeken és a környéken már sokszor felléptek a közönség előtt, külföldön viszont most először járt a csapat. A zeneiskola tanárai 28 növendékkel utaztak le az üdülőhelyre, Rabatba, egy kemény felkészülési időszakot követően. A nemzetközi találkozón horvát, szlovén és prágai együttesek mellett léptek fel a bajaiak a tengerparti sétányon. Főleg átiratokat vittünk, de volt eredeti szimfonikus mű is. Többek között Leroy Andersonnak volt egy ilyen trombita altató darabja, amit Ganim Márton játszott trombita szólón, és a zenekar kísérte, egy nagyon lírai hangulatú darab, és a többi az inkább ilyen, tehát egy vidámabb hangvételű darabokat is vittünk, mint most mondom, hogy a Ted Huggins-nek volt a rockoutja. Húsvai György elmondta, a diákok közül sokan most először jártak a tengernél, így ebből a szempontból is nagy élmény volt a csapatnak a szereplés. A fiatalokat a karmester mellett Kovásné Birkás Tamara és Széchenyi Hilda kísérte el Horvátországba. Az utat Bajaváros önkormányzata, a Bajai Horvát önkormányzat és a Bajai Tankerületi Központ támogatta.
Megváltozott az erdei kisvasút menetrendje, tájékoztatotta a Gement ZRT. Június 20-ától határozatlan időre a vasút szerelvényei naponta csak kétszer indulnak Pörbőről Malomtelelőre. Továbbra is szünetel a közlekedés Kesselyűs és Gemenc-Dunapart között, és a hétvégén ezután sem indul vonat Pörbőről a Gemenc-Dunapartra. A Duna lassú apadása és az elmúlt napokban tapasztalt csapadékos időjárás miatt az ártéren visszamaradt sekély vizekből tömegesen kelnek ki a szúnyogok, emiatt a kirándulás idejére zárt ruházat és szúnyogriasztó készítmények használata javasolt, figyelmeztet a Gement ZRT. Három kívánság. Ezt a címet viseli a Múzeumok Éjszakája 2019-ben, amelyet június 22-én szombaton tartanak a városban. A szervezők az idén 7 helyszínen, 6 órán át 26 féle kulturális és kulináris programmal várják az érdeklődőket. Egy különleges tárlat anyagát rendezgetik éppen a Bajai Intézmény munkatársai a Nagy István képtárnak otthont adó Bojnics kúriában. Az állandó kiállítások mellett ugyanis a közelmúltban előkerült leleteket a szombati programon tekinthetik meg először az érdeklődők, mondta Pap Evelin, régész muzeológus. Itt a Nagy István képtárban egy mini kiállítással készültünk. Idén tavasszal egy nagyszabású feltárásra nyílt lehetőségünk Dávodon, és a restaurátor kollégák szupergyors munkájának köszönhetően már a Múzeumok Éjszakáján lehetőségük nyílt egy kis kiállítással készülni a nagy közönségnek. A hagyományokhoz szíven a Tűr István Múzeum udvarán este 9 órakor jazzkoncert, a Bagolyvárban a Miskolci Ferenc kiállítás, a Nagy István képtárban kerti planetárium, a Bajai csillagvizsgálóban távcsöves bemutatók, még a Bunyavác tájházban táncház és a Bunyavác konyha remekei várják a vendégeket. Az Éber emlékházban pedig a Nő az örök múzsa című kiállítással és egy izgalmas újdonsággal is készülnek. Idén 7 helyszínen kerülnek megrendezésre a programok, és természetesen minden állandó kiállításunk megtekinthető, tárlatvezetéssel, minden órában szinte. Ezen kívül az Éber Emlékházban egy különleges divatbemutatóval készülünk. Mesemondó lesz, élőszavas mesemondás gyerekeknek, felnőtteknek. Az időszaki kiállításainkban is tárlatvezetések lesznek. Természetesen a jazz koncert sem maradhat el a főépületünk udvarán. Reménykedünk benne, hogy az eső is kegyes lesz hozzá. Az időjárás. A szervezők az idén kis vonatot indítanak 18 és 24 óra között a nagy érdeklődésre való tekintettel, hiszen az előző években a múzeumbusz kevésnek bizonyult ezen az estén. Az országos programokról az Éjszaka hivatalos honlapján a www.muzei.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. Ismét kosarasokkal telt meg a Petőfi-sziget. Vasárnap kezdetét vette az idei Rád Géber kosárlabda tábor. A fiatalok nemzetközileg is jegyzett szakemberek irányítása mellett készülnek a város több sportcsarnokában. A kosarasokra a tréningek mellett egyéb programok is várnak. Ha nyár, akkor Rád Géber tábor. Hosszú évek óta állandó része a kosárlabda tábor a Bajai Sportnaptárnak, Rád Géber László és csapata 2 héten át a Petőfi-szigeten táboroztatja a kosaras palántákat. Az idei esztendő sem kivétel ez alól, vasárnap az első turnus költözött be a Radnóti kollégiumba, hogy aztán napi több edzéssel és számtalan kikapcsolódási programmal töltsék idejüket. Nekem nagyon tetszik, igazából ugye minden nap edzünk, nagyon meleg van, az biztos, viszont nagyon jó a hangulat is, meg minden. A játékosok elmondták, nagyon tetszik nekik az a munka, amit a táborban végeznek, valamint az, hogy új társakkal, új barátokkal ismerkedhetnek meg. Sokan visszatérőként jöttek az idei táborba, de vannak olyanok is, akik most először tagjai a csapatnak. Nagyon fáradtak vagyunk, mert ugye reggel 7-kor kellünk, hogy tudjunk reggelizni, és akkor 9-kor megyünk edzeni, vagy pihi gyorsan, medencé, elmegyünk az úszodába, délután meg dobálunk egyet, és edzés 5-kor. És így áll össze egy napunk. A nemzetközileg is elismert tréner nevével fémjelzett táborba a magyar kosarasok mellett ismét több külföldi játékos is érkezett, így szerb, román, angol szavakat is hallani lehet a pályák mentén. A céljaink és feladataink, hogy a gyerekeknek minél jobb képzéseket adjunk, minél több edzésen vehessenek részt, és hogy minél több új dolgot tudjanak megtanulni tőlünk. Igazából tényleg a hangsúly az edzések sokaságán van, és a szakmaiságán, és szerintem ezt meg is tudjuk adni a gyerekeknek.
és az legelső és legfontosabb, hogy nagyon jól érezzük magukat. Nem csak a játékos anyag nemzetközi, hiszen a kiváló magyar edzők mellett Szerbiából és Franciaországból is vannak trénerek a táborban. A szakmai munka ismét igen színvonalas. Mind Magyarországról és külföldről is olyan szakemberek jönnek, akik a legmagasabb osztályban dolgoznak egyébként, évközben vezetőedzők a magyar kluboknál, vagy pedig kint külföldön, és az ő munkájukat segítik, illetve tanulásként jönnek olyan másodedzők, akik fiatalok, akik Magyarországon esetleg már komolyabb utánpótlásban dolgoznak, vagy pedig egyszerűen csak tanulják a szakmát, szeretik a szakmát, és itt úgy gondolják, hogy mindenképp hasznos eltölteni egy vagy két hetet. Az első turnusz szombaton ér véget, míg a második hét vasárnap kezdődik a szigeten. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Tűzgyújtási tilalom. Az éjszakai esőzések ellenére továbbra is nagy a szárazság, így a tiltás még érvényben van. Rákóczi emlékév. Az újkori magyar történelem különleges alakjáról tartottak előadást a Városi Könyvtárban. Pattog a labda. Vasárnaptól kettő héten át Baján táborozik a Rádgéber Akadémia. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Hamarosan időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk. Műsort készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, amely mellett holnap is a nyugati területeken várható több, másod pedig valamivel kevesebb napsütés. A nappali időszakokban többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, felhőszakadással, jégesővel kísérve, míg éjszaka átmenetileg nyugodtabb idő valószínű. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében előfordulhatnak erős, viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 26 és 31 fok között valószínű.